Üdvözlöm Önöket! Jelen videómban a nyak, és hogyha van, a tokaján változásairól fogunk beszélni. Ezek idővel alakulnak ki, és hogyha zavarja Önöket, akkor néhány megoldási lehetőséget is ismertetnék. Ugye a toka az állunk alatt egy kis bőr kinövés, lebernyeg, vagy a túl sok zsír feszíti ki a bőrt, és lehet látni szemből, vagy oldalról is nagyon feltűnő. A nyak elváltozásainak hátterében pedig a nyakbőrizom áll. Ez úgy hívjuk, hogy platizma, de más néven egyetlen egy feladata van, hogy a nyakbőrét a kisebb keresztmetszetű nyakra ráfeszítse, és így simán tartsa. Hogyha ez az izom idővel felrostozódik, akkor megjelennek ilyen függőleges húrok, és hogyha nem működik rendesen, akkor vízszintes ráncokba is szedheti a bőrt. Ennek megoldása az izombénítása lehet az egyik. Ilyenkor a húrok és a ráncok is kevésbé feltűnőek. A másik megoldás pedig a bőr tonizálása hialuronsavval. Ilyenkor a bőr felfrissül, feszesebbé válik, és mind a ráncok, mind a húrok kevésbé feltűnőek. A toka megoldása az okától függ, hogyha túl sok a zsír, akkor megoldás lehet zsírbontó injekciókkal eltüntetni a zsírt, és hogyha a bőr még elég rugalmas, akkor a helyére ráfeszül, és a toka kevésbé látszik. Hogyha túl sok bőrről van szó, laza bőrről, akkor lehet sebészi kimetszést alkalmazni, ilyenkor a bőrt eltávolítjuk, viszont heg marad. Mostanában már megjelentek nagyon jó más hegmentes módszerek is, ilyenek a fonál módszerek, a sziluettszál, vagy a fogazott módszerek, ezzel a toka bőrét kifeszítjük, és a fül és a nyak két oldala felé elimináljuk, feszítjük ki, és ezzel megint csak a látványon sokat javítunk.